Itt vagyunk Érden a Júlia út 104 alatt. Lakossági bejelentést kaptunk, miszerint ezen az ingatlanon, tartósan láncon egy kutyát tartanak. A 2016-os jogszabályok szerint ez nem megengedhető, ugyanis biztosítani kell a zebnek a szabad mozgást. Továbbá a legnagyobb probléma az még ezen túlmenőlegesen, hogy nincsen kerítés felhúzva az ingatlanra. Ez alapján ugye a gazda nem tudja megtenni azt, hogy a szabadon tudja engedni a kutyát. Tehát ez mindenképpen intézkedéseket követel. A lakók megpróbálták elérni azt, hogy legyen a kerítés, illetve legyen a kutya szabadon engedve. Ez nem történt meg. Továbbiakban problémát okoz nyilván az is, hogy nincsen csippelve és nincsen oltva. A jegyzőt megpróbálták felszólítani arra, hogy segítsen, illetve az állatvédők, állatmenhelyek, de csak addig jutottak el, hogy a kutyának egy házat tudtak biztosítani, a jegyző pedig megállapította, hogy a kutya nem elég sovány. Ez egészen vérlázító, hiszen a jegyzőnek fel kéne szólítani arra a kutya tulajdonosát, hogy jogkövető magatartást hajtson végre, húzza fel a kerítést, a kutyát pedig engedje szabadon, és ne láncon tartsa. Továbbá fel kell szólítani arra is, a hatósági állatorvossal egyetemlegesen, hogy legyen egy kutya csippelve és oltva. A Mi Hazánk elkötelezett a környezet és az állatvédelemmel kapcsolatosan.